Kedves Devecseriek! mint önök által is ismert jelenleg rendkívüli jogrend van érvényben az országban a járványhelyzet miatt. Ennek ellenére természetesen polgármesterként nem kívánok élni azzal a lehetőséggel, hogy a rendkívüli jogrend által a képviselő testülettől rámruházott döntési jogkört egyedül gyakoroljam. Folyamatosak az egyeztetések a képviselő testülettel a várost érintő közügyek kapcsán. munkában pedig azon dolgozunk, hogy a jelenlegi pályázati rendszert minél inkább ki tudjuk használni, és a város javára tudjuk fordítani, hiszen mind a Magyar Falu program, mind pedig más pályázati kiírások lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeken a kiírásokon a város indulni tudjon, és állami, illetve európai uniós forrásokat tudjunk lehívni a település fejlesztésére. Szeretnék néhány információt megosztani önökkel azzal kapcsolatban, hogy mely pályázatok benyújtása mellett döntött képviselőtestületünk, melyek azok a pályázatok, melyeket már elkészítettünk és benyújtottunk, illetve melyek vannak jelenleg háttérmunkában, kidolgozás, illetve benyújtás alatt. Mint ahogyan arról már tájékoztattam önöket, Kolontár községgel közösen benyújtásra került egy kerékpárútvonal kiépítésre vonatkozó pályázatunk, ami a két település vonatkozásában azt jelenti, hogy egyrésztről közlekedés biztonsági szempontból egy önálló kerékpárút segítségével megoldottá válna Kolontár és Devecser között a Kerékpáros közlekedés, másrésztről pedig turisztikai pályázat lévén az egykori Jézus-ösvényt szeretnénk kerékpáros útvonallal ismét bejárhatóvá tenni. Ennek a alapvetően turisztikai pályázatnak a gerincét egy önálló kerékpárút építése adja, amelyhez ajánlott kerékpáros útvonal, illetve a Devecseri vasútállomáshoz kapcsolódóan pedig egy kijelölendő úgynevezett nyitott kerékpársáv kapcsolódna. Amennyiben a pályázati forrást sikerül elnyerni, amiben természetesen bízunk, akkor valamennyi a Jézus-ösvényhez kapcsolódó úgynevezett stáció megközelíthető lenne biztonságos módon, nem csak a turisták, hanem a Devecseri illetve kolontári lakosok számára is kerékpárral. És hát ezek a turisztikai látványosságok egyébként olyan közintézmények mellett találhatóak, mint például az egykori kórház ingatlan együttese, ami ma már szociális központként működik, vagy adott esetben az iskoláink, amelyekhez szintén biztonságos útvonalon tudnának érkezni a gyermekek, az ott dolgozók, Szeretném megemlíteni, hogy a Magyar Falu Program keretén belül benyújtása került a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat, ami azt jelenti, hogy egy fő közösségszervező kerül foglalkoztatásra, és 15 foglalkozást tudunk indítani ebből a pályázati forrásból. Ennek a pályázatnak a támogatási összege 5.035.340 forint. Szintén a Magyar Falu Program keretén belül benyújtásra került önkormányzatunk részéről az Úthíd Kerékpár Forgalmi Létesítmények Építése Felújítása című kiírás, aminek a keretén belül a Virágzó, a Somogyi Béla, valamint a Kinizsi utcák és a Pékköz útjainak a felújítására kerül sor. A Virágzó utca, mint rendkívül fontos gyűjtő út kiszélesítésre kerül, ahogyan a Somogyi Béla utcának is javítani tudnánk az aszfaltburkolatát. burkolatát. Emellett a Bocskai utca kiépülésével egy fontos közlekedési útvonal jönne létre a felújítandó Kinizsi utcával, illetve a Pék közzel. Ennek a projektnek az összköltsége 35 millió 137 ezer forint, ami természetesen magába foglalja a tervezési, engedélyezési e, díjakat, és ezen kívül pedig ezeknek a felújításoknak a költségét. Szintén a Magyar Falu program keretében kívánja benyújtani az önkormányzatunk, az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című kiírásra a pályázatát. 5 millió forintra szeretnénk pályázni a Devecseri Óvoda játszóudvarának felújítására új játszóeszközök beszerzésére. Szintén a Magyar Falu program keretében dolgozunk azon, hogy az önkormányzati Temető infrastruktúrális fejlesztése című kiírásra szintén be tudjuk nyújtani a pályázatunkat 20 millió forintra. Ebből a pályázati forrásból szeretnénk egy régi tervünket megvalósítani. Az új temető ravatalozójához kapcsolódóan egy előtetőt szeretnénk képíteni, illetőleg az ingatlanhoz kapcsolódóan mosdók kerülének kialakításra, a temetőnek az új parceláihoz szeretnénk az ivóvizet eljuttatni, utakat építeni illetve szeretnénk a szennyvíz gerinchálózatot is kiépíteni a ravatalozóhoz a mosdók kiépítése céljából. Szintén a magyar falu programban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című kiíráson szeretnénk indulni, még pedig 50 millió forint összeget szeretnénk elnyerni az épületünknek a felújítására, bár az önkormányzat a városüzemeltetési kft a tavaly évben megbízta csoportszobák, két csoportszobának a felújításával, valamint a konyhához kapcsolódó helyiségeknek a felújításával. Számos olyan ingatlan rész található még az óvodánkban, amelyre szükséges lenne pénzösszeget ráfordítani, illetve szeretnénk rendbe tenni az óvoda hátsó kerítését is. Ezen kívül 2021. június 11-éig szeretnénk benyújtani a jelenleg előkészítés alatt álló pályázatokat. Egyrésztről önkormányzati járdaépítés, felújítás, anyagtámogatása, címen 5 millió forint értékben, tehát járdák építésére szeretnénk anyagokat vásárolni. A kommunális eszköz beszerzése című pályázaton a Városüzemeltetési Kft. számára szeretnénk eszközöket beszerezni. 15 millió forint ennek a zene elnyerhető támogatásnak az összege. A tanya és Falugonoki buszok beszerzése című pályázaton pedig szeretnénk lecserélni a most már több mint 7 éves tanyagonnoki buszunkat, valamint az Orvosi Eszközök Beszerzése című pályázaton 2 millió forintért szeretnénk támogatást elnyerni, és ebből eszközöket beszerezni az orvosi rendelőinkbe. Ezen kívül a Magyar Államkincstár által koordinált pályázaton is indulni szeretnénk. 2018. évi bölcsődei fejlesztési program hármas számú módosítása című kiíráson. Ennek keretében a jelenleg hétfős mini bölcsödénket egy hétfős csoporttal tudnánk bővíteni. Megtörténhetne a pályázati elnyerhető támogatás 49 millió forintos főszegéből az épület belső felújítása, új csoportszoba kialakítása, a vizes blokk kialakítása, valamint az akadálymentesítés. A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális és eszközfejlesztése című kiíráson is szeretnénk indulni. Ennek a pályázatnak a keretében 100 millió forintot lehet elnyerni. Ebből a támogatási összegből szeretnénk egyrészt a Devecseri belvárosi piac és rendezvényteret befejezni. Ennek az ingatlan résznek, ennek az udvarnak a kialakítását még 2015-ben kezdte meg önkormányzatunk. A víz, illetve a szennyvíz főgerincet kiépítettük önerőből, illetve egy kavicsos burkolatot kapott az udvar szintén önerőből, macskakőből járdaszakaszokat építettünk, elkészült egy szabadtéri színpad önkéntesek segítségével elkészült a város kemencéje, de a terület jelenleg még nem alkalmas arra, hogy valóban piaci szolgáltatást tudjunk itt nyújtani. Ennek a pályázatnak a segítségével szeretnénk egyrészt az infrastruktúrális fejlesztéseket befejezni, a területen a szilárd burkolatot megoldani. Szeretnénk a kapcsolódó a piac szolgáltatásához kapcsolódó létesítményeket, helyiségeket kialakítani az egykori malomépület földszintjén. Gondolok itt a raktározásra, a fedett tárusító térre, a gombavizsgáló, illetve a piac ellenőr helyiségére, vagy adott esetben a hiteles Mérleg elhelyezésére. A Malomépület földszintjén már korábban a LIDER pályázat, illetve a Startmunka program keretében az önkormányzat két hűtőkamrát tudott beszerezni, illetve ezeket itt felállítani. Ehhez kapcsolódna a raktározás céljára felújított helyiség. A művelődési ház szabadságtéri oldalán pedig szeretnénk parkolóhelyeket szintén térburkolattal kialakítani, nem csak az intézmény dolgozói, illetve az intézménybe látogatók, hanem a piacra látogatók, illetve az otárusítók részére is. Bízunk abban, hogy a pályázati forrást el tudjuk nyerni, és ezen rendkívül frekventált helyen található önkormányzati ingatlan együttes meg tud újulni, és újabb parkolóhelyek tudnak létesülni. Szintén az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című kiíráson, amelyen egyébként két pályázatot is be lehet nyújtani, közösségi helyiség kialakításra is szeretne önkormányzatunk pályázni, a Berta Park az egykori kórház ingatlan együtteséhez kapcsolódóan. Itt egy olyan közösségi teret szeretnénk pályázati forrás bevonásával kialakítani, ami amellett, hogy kulturális, illetve egyéb szabadidős rendezvények megtartására alkalmas, egyéb ránt pedig a, elsősorban a, az idősek nappali ellátásában résztvevők számára egy tornaszobát, a hozzá kapcsolódó vizes blokkot, öltözőket is tartalmazna. Ennek az elnyerhető támogatásnak az összege 25 millió forint, ennek a pályázatnak a benyújtása május 16-a, tehát az utolsó simításokat végezzük tulajdonképpen a benyújtandó anyagon.